Dá pra forgo. A kézzel fogható Evelin. A kisasszony az ágyban feküdt, és regényt olvasott a karos tartó mellett. Valami ne hallatszott a házban, mintha valaki járkálna a távoli szobákban. A kisasszony leresztette a regénykönyvet, és figyelt. Az óramutató fáradtan közeledett éjfél felé, mint egy hegyre kapaszkodó élet. Evelin kisasszony húsz esztendős volt. Már félig meddig elsírta első szerelmét, csak néha suhogott el a felszélben hintázó sirályként egy-egy emlékezés az ifjúra, aki önkezével akart véget vetni életének. Egyébként egészséges, nyugodt, komolykodó nő volt. Nyáron fehér ruhában, télen feketében járt, vallásos volt, mert ősszel elment a Ferenciek templomába, és nyáron áhítatosan kapált a vidéki földjein. Azt gondolta, még nagyon boldog lesz valamiképpen, ugyanezért nyugodtan látta tova tűnni a napokat. Az éjféli zaj megriasztotta. Nem emlékezett hirtelen, hogy bezárta volna a hálószobája ajtaját, ám de a tapéta ajtó, amely a fürdőszobába nyílott, bizonyosan bezáratlan a szemét merülen a tapéta ajtóra függesztette. Aztán halkan kibújt a paplan alól, és mezít láb az ajtóhoz osont. Itt megrettenve vette észre, hogy a kulcs az ajtó túlsó oldalán van. Mielőtt gondolkozhatott volna, csendesen megmozdult a részkilincs. Olyan halkan ment lefelé, mint a koporsó a sírgödörbe. Látszik, hogy gyakorlott kész fogja odakünn a kilincset, aki zajtalanul tud bánni a zárakkal. Evelyn még egyszer körülnézett. Az ablaka a decemberi kertre nyílott. A földszintes ablakon azonban vasrács volt, amint a régi házakat építették a Józsefvárosban. Fegyver után nézett, amelyel védekezhetne a benyomuló rabló ellen. Nem vette észre a törökös papírvágókést, ellenben egy kalaptűnakat meg a szeme. A kilincs már teljesen lehajolt. Most jön az a pillanat, amikor az ismeretlen megpróbálja nyitni az ajtót. Már megmozdult a rózsaszínű fal. Evelin akkor teli tüdőből felkiáltott, hogy nem ismert a hangjára. – Kálmán, kej fel, rablók járnak a házban! És rémületében a varrópárnácskát olyan erővel vágta az ablakhoz, hogy az üveg csörömpölve bezúzódott. A rész visszaugrott helyére. Valahol csapódott egy ajtó, mint egy káromkodás. Ezt a lépések hallatszottak, mintha a szomszéd utcában mendegélne valaki búsan, merengve, éjszakázva. Evelin szívdobogva futott az ablakhoz. A kert fehér volt, mint a temető. Az öreg fák mozdulatlanul álltak hókabátokban. Messze a kőfal fehér lett, mintha ott volna a világ vége. A ház újra csendes volt, mint egy bezárt napló, amelynek hősei és hősnői átléptek a más világba. Egy puha hosszú bundát kapott fel a kisasszony, amely úgy simult hálóingéhez, mint egy hízelkedő macska. A szemfüles papucskákat előparancsolta az ágy alól. A tükörben nézett. Onnan egy krétafehér arcú, apró szemű, feketenő pillantott rá. Itt állt sokáig mozdulatlanul, gyilkos szívdobogással, verejtékkel a homlokán. Miután elmúlt a veszedelem, nem tudta, hogy mit kell csinálnia. Csak állt megriadva, mindent elfelejtve az életből. Ha ő lett volna, gondolta és elhagyott jegyese jutott az eszébe. Kálmán. Az ismeri a házat oly alapossággal, hogy setétben is tájékozódik az egzugos folyosók, jobbra-balra nyíló ajtók között. Az tudja a csiga lépcsőt, amely a kisasszony lakosztályából a kertbe vezet a magas földszintről, amelyet még akkor építettek, mikor jakobinusok bujkáltak Pesten, és a házura tagja volt az összeesküvésnek. A környékbeli grófi paloták oly ünnepélyesek voltak, mint egy album úti képei. Köztük a hosszú, földszintes ház francia tetőjével úgy állott, mint az öreg asszonyka, aki a családi ezüstöt őrzi. Ebben a régi házban nem tud közönséges betörő eligazodni. Csak kálmán lehetett az éjjeli látogató. De mit akarhatott? Hisz nappal is eljöhetne, elmondhatná, ha valami kívánsága van, mint ahogy eljött sokszor, midőn a kártya asztalnál lóversen gyepén tönkrement, és a kisasszony nagy lelkűen, mint egy jótékony rokon a segítségére volt. A gyűretlen, gyengén parfőmös bankjegyek összesúgtak a rózsafa szekrénykében, amidőn Kálmán szokatlan órákban megjelent a kerti szobában. A kisasszony gyöngét fehér ujjai oly könnyedséggel vették ki a legnagyobb papírost is, mint egy zsebkendőt. És mert babonás volt, mindig visszakért egy krajcárt, hogy a szerencsét el ne vigye Kálmán a háztól. De jött Kálmán máskor is. Midőn nők megsebezték, elhagyták, megcsalták. Olyankor a rózsafaszekrényke részvédtel nézett a sarokból a lehajtott fejű férfiúra. A kisasszony hújjainak volt dolguk, amíg elsimogatták Kálmán homlokáról a felhőket. Már két esztendeje nem jött Kálmán. Vajon mit akart? Ismét bajba került volna a könnyelműségei miatt? Hisz mielőtt végleg elváltak, eveli rendezte a fiatalember adóságait. Kezdjen új, boldog, egészséges életet. Felejts el Evelint, majd igyekszik megnyugodni a leány is. Evelin reggelig ült az ablak mellett. Látta a fákat megvilágosodni. Mint a teja falvakból, úgy jött be a hajnal Pestre. A törpebokrok kiváltak a homályból, mint iskolába menő gyermekek, akiknek sapkáját a messzi gyaloglásban belepte a hó. Egy komor ciprus, fekete-fehér ruhájában úgy borongott ki a hajnalból, mint a hazatérő kártyás. Evelén kinyitotta az ablakot. Lábnyomokat látott a hóban, a kertben. Még mindig gyengéden havazott, és a nyomok eltűnedezőben voltak, mint az emlékek. Amint a farkasnyomot meg tudja különböztetni a vadász az egyéb nyomoktól, Evelyn szívére szorított kézzel úgy ismerte fel az éj látogató nyomait. Gyorsan, észrevétlenül felugrott, és a fürdőszobán át a csiga lépcsőhöz futott. Aztán ki, a kertbe. Ügyet sem vetett rá, hogy az ajtók nyitva vannak. Lábúj hegyen, mint egy delelő lepkéhez közelített a lábnyomokhoz, letérdepelt, mint az oltár előtt. Lehajolt, és megcsókolta a havat ott, ahol az éjeli vendég lába érte. Megcsókolta a sarkát, mert azon fekszik a test súlya, az erő, bátorság és elszántság. Megérintette ajkával a talp nyomát, mert itt helyezkednek el a láthatatlan kengyelvasak, amelyek a lebukástól védik a lovast. Ezek az örökös kengyelek kormányozzák a jobbra-balra kalandozó lépteket elviszik néha váratlan meglepetésekhez, ismeretlen idegen tájakra, ahol soha el nem képzelt nők várják a férfit, tanult mosolyjal, szemérmetlen térdel és kebellel, amely oly tisztátalan, mint az utca kövezet. Ugyanezek a kengyelek igazítják aztán másfelé a fáradt lépést, a szívhangokhoz, a nagybőgő duhaj mormogásából, a csendes kájhatűzhoz, a maszkabál sikoltó forgatagából, a felöltözött, tiszta kerti utakra, amelyeken halkan a kavics, és a platánok nagyokat lehelnek, mint az alvó szüzek. Ó, azok a kengyelek egyszer majd végleg hatalmukba veszik a tétovalábakat. Ki tudja, merre repítik az eltévedteket a József városi toronyban az adventi miséhez harangoztak. A kőfal mögött sós kifli végörnyett, kendős öregasszonyok köhécselése hallatszott. Délután levelet hozott a posta. Evelin megismerte a Kálmán írását. A levélben egy szál fagyos rozmaring volt. Bocsássom meg, hogy megloptam a kertjét. Bűnömet megbántam. Visszaküldöm a maga virágát, mert nincs jogom, hogy megtartsam. A meleg szobában a rozmaring kinyitotta összezárt fejecskéjét, mint egy elalélt madár. Csodálatos, friss, fagyos illat terjedt el az Evelin szobájában, akár az újra kezdődő élet. Bújdoson másként havazott, mint Pesten. Az éjszakai látogatást követő napokban Evelin kisasszony pakolt háznépével és elutazott bújdosra, a felső tisza mellé. Mindig így tett, midőn a szomorúság füstlovagjai kezdtek beszállingozni a József városi házba. A megkeményedett arcú rideg árnyak elől lopva menekült a falusi házba, és nem is merte előbb kinyitni a szemét, mint a bújdosi őrháznál. Itt becsületes tél volt – minden nap havazott, mint az óperencián. A tiszai berkek, a nádak, erek, kígyósok eltemetkeztek a természet téli szakában, mint a pogányokkal a szerelmes nők. Állt a táj, mint egy álom. Magyarország aludt itt a boldogok, az igénytelenek, a szegények csöndességével. Az Északkeleti keleti vasúti vonal eltűnik a hó alatt. A telegráfpóznák etáira csak arra valók, hogy a vándorlegények az utat mutassák. Az éjjel közlekedő személyvonat zúzmarás ablakai mögött idegen, ismeretlen célú emberek utaznak, mint az eszeveszettek vagy átkozottak. Bújdosan állt az élet, mint egy hóember az udvar sarkában. A bolthajtás alatt meleg volt a földszintes kúria. A vasalt ablakok halkan, nyugodtan néztek a tájra. Az óra zengve mint egy éneklő régi rokon, akinek a hangja itt maradt. A cselédek hosszú életűek és gyermekkoruk óta szolgálnak. Minden virágnak, fának, útnak, lónak, kutyának tudják itt a nevét, mert ők is a bújdosi családhoz tartoznak. A varjak régi ösmerősök. A határbeli kőszent szinte érthető emberi nyelven fogadja a föld népének köszöntését a kísértetek nyugodtan visszalátogatnak a temetőből. Helyén találja mindegyik a pipáját. Evelin itt született, és itt volt boldog. A családi sírbolt vasrácsos kapuján átláthatta az atya és anyja homokkőkoporsóit. Köszönt nekik, s ők feleltek. Az ebek, lovak, emberek üdvözölték, mint királynőjüket. Álmos szigetről lóháton jött át a befagyott tiszán kis és nagy álmos Andor. A nyerekből megkopogtatta az ebédlő ablakot, ugyanazon a helyen, ahol már apja és nagyapja jelentkeztek, és megkérdezték, mi van ebédre. Ez az álmos egy falusi tudós volt, körülbelül negyven esztendős, szikár, ércfejű és lágy tekintetű aglegény. A tiszakanyarulatai között egy szigeten húzódott meg, ahol kőfallal vonta körül életét és házát az emberek és a tavaszi vizek elől. Csendesen szokott beszélni, hangosan már nem hallották őt nevetni. Nyugodtan nézett, mint az alkonyatájra. Örült a téli csendnek. Szivarozva hallgatta a tutajosok tavaszi nótáit. Sem különc, sem bolond nem volt, oly álhatatosan éldegélt a szigeten, mint a vidra. Természet tudós volt, de még soha nem jelent meg nyomtatásban a neve. Egy láncszem volt, a ma régi magyar urak generációjából, akik a maguk mulattatására megtanultak könyvből franciául vagy angolul a hosszú teleken. 70 esztendős korukban a csillagászattal foglalkoztak, Horáciuszt és Berzsenyit fejből tudták. De még a megyei gyűléseken sem szólaltak meg, mert unták a kortesek politikáját. A disznóbőrbe kötött klasszikusok elsárgulva viselték manupropriájukat. A könyvben bizonyosan meg lehetett találni azt az oldalt, amelyet halálos ágyukon olvastak. A nők szerették, mint a cserepes virágot. Fehér, jószagú, megnyugtató lény volt a nő a háznál, aki nappal kényelmes gonddal forgolódott, kevés zaj csapott, míg estére idomaival mulattatott. Kényelmes kövérkés, puha szerelmek, amelyek lassúak, hosszadalmasak, mint a falusi óra. Csöndes, egészséges álmot hoznak. A gyermek drágalátos ígéret beváltása, mint a kalendáriumban a biztosan elkövetkező ünnepnap. Don Quixote szerelmén, Manoleszku kínzó keservén, de még kisfaludi or versén is csendesen csóválták a fejeket a régi boldog házakban, mint a messzi földről jött utazó lódításain. Álmos Andor sohasem mondta, hogy szerelmes Evelin kisasszonyba. Ez magától érthetődő volt, mint egy gyermekkori barátság, mert nyugodtan vonul végig az életen, és sohasem kérdezi senki, miért. Természetes volt, mint a madarak összeszokása, a házi állatok tavaszi gerjedelme, a gyümölcsfák fehér virága. A keleti szél, amely tavaszt hoz, nádast borzol, vizet szárít, megsimogatja a füveket, mint egy jóságos kéz. Ismét boldogtalan vagy? kérdezte a lovas, midől leverte válláról a havat, és hűvös homlokát megcsókolta a leánynak. Evelin nyugodtan, kissé könnyesen szegezte a szemét álmosra, mint egy megbízható öregebb férfi testvérre. Ismét eszemben van a hitvány. Álmos mogorván legyintett. Itt kell maradni, tavaszig, vagy akár egy eszendeig. A bújdos meggyógyít. Ez az egyetlen hely, ahol ismét megtalálod magad, szegény, szerencsétlen lány. Nem is kérdezem, hogy mi történt. Bizonyosan, valami a tavaszig nyomja a lelki ismeretedet, hogy télnek idején ott hagytad Pestet. De kérlek, én nem vagyok kíváncsi semmire. Sem Kálmán úrfira, sem egyéb gavallérokra. Nem engedlek el, amíg meg nem gyógyultál. Evelén bizakodva mosolygott, mintha gyermekkora csiningelne valahol a ház körül, mint a betlehemes fiúk csengője. Tél van, és majd szánkáznak, és majd disznót ölnek, és korcsolyáznak életként fénylő délben a tisza berkei között. Hószagú könyveket, átfázott folyóiratokat, az utazásban megviselt karácsonyi újságokat hoz a gyalogpostás, amelyeket együtt nézegetnek. Az ispán ákombákomjait átvizsgálják, beszélgetnek az elhalt szülőkről, másvilági öreg barátokról, eltáncolt asszonyokról, Pestről, mint egy rejtelemről. Hosszan ugatnak a házőrző ebek. Talán a vén halál repült a tájon a hófúvásban, de itt nem vette észre a régi házat. A fejpárnának hervat virágillata van. Az álomra mi jó megfejtést találni a falusi álmos könyvben. Mit mutat a naptár? A karácsonynak és új illata elandalító, mint a reményteljes ifjúkor, midőn fakult, szinte testünké vállott iskolakönyvek, és az álompápa szemén át is fenyegető vén tanítók még fájtlat vonnak szemeink elé, boldog fátyolt, amelynek semmi köze a bekövetkezendő élethez. Evelyn megfogta a barátja csontos kezét. Már sokszor eleresztettél, mint egy gyermeket, akit vándorolni küldenek. Most már ne hagyjál elmenni többet, mert ki tudja, visszatéreke. Álmos Andor megsimogatta a lány haját. Én tudom, hogy te jó teremtés vagy, Semmi rosszat nem tudnál elkövetni, ezért én mindig nyugodt voltam, amikor is, midőn nem láttalak. Nemes a szíved, mert sohasem kellett nemtelen, megalázó dolgokkal foglalkoznod. Érintetlen a lelked, mert a búsító szegénység, az álomtalan gond, a bűnt sugdosó nincstelenség sohasem közelített meg. Jó és csendes vagy, mint az ifjú nő aki legfeljebb csak a tűz előtt alkonyatkor a földre kuporodva és a húesés zümmögését hallgatva. De az ábrándlovagok, paripás szerelmek, háztatő feletti repülések, fecskeszárnyak eltűnnek nyomban a lámpagyújtással. A reggel és a nappal józan, komoly, kellemetes, mint a friss víz. A miegünk téli időben többnyire szürke, mint az életünk, de meleg, mint télen a nyulak bundája. És nem féltelek téged, édes angyalom. Te mindig visszatérsz ide, mert itt van mindened, amiért élni érdemes. Házad, sírod, eged, és éltető tájad. Falusi kisasszony vagy te, Evelin, falusi rozmaring, akármilyen nagyvárosi hölgynek képzeled néha magad a hóesés, a szabadon fújdogáló szél, a bokrok elrepülő őszi levele, a tiszának zöld tavasza a te virágod. A bús nagyvárosban csak szállodai vendég vagy, aki többnyire unatkozva nézni a jövő menő embereket. Ásít szobája unalmán, holott először még örvendezett a szállodai dohos levegőnek is. Mit akarsz az ismeretlen emberektől? Nem szeretem őket, és mégis érdekelnek, mint az útleírások ismeretlen földrészekről. Élni annyit tesz, mint mindig, mindig ismerkedni, új hangokat hallani, új neveket megjegyezni, új emberi arcokat eltenni, még a készfogások is még különbözők, és a hazugságok a legszebb mesék. Mindenki hazudik. Az aglegény otthonosan mozgott az ebédlőben. Kinyitotta az almáriumot, Megtalálta a szilvóriumos üveget, vágott egy falat sonkát, megszagolta a kenyeret. Nyugodtan, csendesen, önzően falatozott. Egy pipa dohány sem érnek az emberek. Most 22 éves vagy. Szereted az utazást, az utasokat, a városokat, a kofákat, a szép kabátokat és a röpke lámpákat. Csak menj még néhányszor vissza a szomorú bálba. Az élet boldog folytatásához oly szükségesek a csalódások, mint a viharok. Csak próbálj lépni, jobbra-balra, mulass és neves, ragyogj és táncolj. Majd elfáradsz a maskarában. Én várok, itt vagyok, nem mozdulok. Ha egyszer nem jönnél vissza, nagyon rossz kedvem volna azon túl, szólt álmos Andor. Elbúcsúzott és útnak erett. Behavazott alakja csak hamar eltűnt lovastul együtt a nagy fehérségben. Három nap múlva levelet küldött a szigetre Evelin. Jönne álmos úr azonnal, fontos közlendői vannak. Az aglegény ott hagyta szelidített vidráit. Evelin sápadtan, mint egy szívbajos, üldögélt a kája mellett. Azt veszem észre magamon, hogy Gyáva vagyok. Éjlenként mindig lépéseket hallok a ház körül. Feljedok, és kimeresztett szemmel nézek az ajtóra, mintha valaki volna itt, aki nem hagy aludni. Félek a téli éjszaka üvegbúr alatti csendjétől, a tűznesztelen hamvadásától, a régi bútorok árnyékától, az alattamos falusi házikótól, a lusta ebektől és tudja cselétektől, akiktől bátran meggyilkolhatnának. Ámos Andor dörmögött. Majd megszokod a csendet, a szél zúgását, később már nem hallod. Még mindig nem tudtad elfelejteni a nagyvárost. Montporenci kisasszony a nem olyan mélyen alszik, mint egy vén apáca. A nagynéni ifjúkori lovagjaival álmodik. A szobalányaim Pestre irkálnak leveleket. Az ispán minden este lehissza magát. Egyedül vagyok, félek. Valaki jár a ház körül betyár, szegény legény vagy. Szerelem, mosolygott álmos úr. Majd utána nézünk. Éjszaka lóra ülök, és megkerülem a házat. A következő éjszakán úgy ragyogott a hold, mint egy farsangi bolond. A hófötte táj szikrázott belső csillagoktól. A berkek mozdulatlanul lepedőikben strázsáltak. Boldog téli éjjel volt. A róka csendesen üget rejtélyes útján, mint egy vén legény. A cselédek átölelik a búbos kemencét. A kakas még soká kukorékolja a hajnalt. Addig százszor meg lehet halni. Egy becsáros lovas alak vonult el a ház előtt. Körülnézett a holtsugaras tájon. tája. A csikorgó hidegben lova nagy füstöket fújt. Aztán egy rövid üvegcsörömpölő fegyverdőrenés hallatszott. Evelyn minden ízében remegve nyitotta fel az ablakot. – Maga az álmos úr! – Én vagyok! – felelt reketten a lovas. – Most már nyugodtan alhatsz, angyalom. Agyon lőttem a kísértetet. – Adja a kezét, édes jó Álmos úr a vasrácsos ablakon át benyújtotta a kezét. Evelin lassan lefejtette a szőrös kesztyűt a kézről, aztán hosszasan, hálásan megcsókolta. Köszönöm, rebegte. Az éi köntös melege, a fészek csók simogatása, a leány rajongó készszorítása, az éj illata megzavarták az idős Lehajolt a nyerekből, és fénylő szemmel nézett az ifjú nőre. Angyalom! Rebegte elpirulva, és megsimogatta a lány mezítelen nyakát. Álmos úr visszarántott a kezét, rövidet káromkodott, és megsarkantyúzta hosszú szőrű lovacskáját. Nagy farkas fogó ebek némán nyargaltak utána a felporzó hóban, mint az éjszel indekjei. Evelin álmatlansága hosszadalmas volt. A nagyvárosi álmatlanok némi vigasztalást velnek az utcai zajban, amely arról beszél, hogy másnak sem adott enyhet az éj. De falu helyen kétségbejtők az éjeli órák, amelyek oly lassan haladnak előre, mint a szú örlése. Az ember falon függő, régi családi képnek képzelheti magát, akinek kerekre nyitott szemmel kell nézni egyik nemzedéket a másik után. Suhognak az évek a széllel, az esővel, a tovamorajló viharral, a vándormadarakkal, a sírgödör felett kenet teljeskedő pap és megrokkant vállakkal, lerogyó paripákkal, és vacokra került szép házőrző kutyákkal, egykor ifjú cselédlányokkal és foszladozó kerítésekkel, búskutakkal és hervadó kertekkel suhognak, messzire suhognak. Csak az álmatlan ember tartja nyitva a szemét, mint egy hulla, aki elfelejtett meghalni. A mennyezetről finom por és elborít mindent. Fénylő arcot, és vígderekat, kedveskedő népeket, tavaszi mosolyokat, villanó fogsorokat. A mulandóság összeomló öreg cseléd módjára gugol az ágylábánál. Mind ritkábban nyúl a kéz. A szomja hely után. A kakasok végre kukorékolni kezdenek. Megrendül az éj, mint egy foszladozó át. A bolond madárnak kiáltására a lomha kárpit megrezdül. Angok hallatszanak nagy messziségből, mintha most értek volna a ház felé a vadludak, amelyek rejtelmes céllal, megfoghatatlan parancsra átrepülik a nagy sötét éjszakát, mint a kóborló lelkek, akik másvilági hangokon beszélgetnek. De a szóra megérkeznek azok a sohasem látott vándorló legények, akik éjnek idején halálos mozdulatlansággal állnak leskelődve az ablakunk alatt. Gyilkosságot forralnak, a szemükben bűn és rémület. De hajnal jöttével gyorsan felveszik eredeti alakjukat, magános fák lesznek a keresztúton, vagy kalaplengető ifjú vándorlók, akik kis podgyászukkal, vígvándorbottyukkal, fürtös hajukkal és lelkes tekintetükkel zümmögve haladnak a messzi világba, hogy örömet mulatságot, új dalt és frissen fellobogó szenvedét vigyenek az alamuszian várakozó házikókba. Leülnek a konyhába, és ennivalóért gyönyörűen hazudnak. Segítenek borderíteni, fát aprítani, ölésre kiszemelt hízót a fülénél fogva elkapni, megjavítják a negyven év óta hallgató zenélőórát, órát, és magukkal viszik éjszaka a kisasszony szívét és ártatlanságát. Ah! Bevik, És irigylésre méltó ezeknek a vándorlegényeknek az élete, akik kakasszóra mennek el a ház előtt az álomtalan éjszaka után. Mint a térdigérő zsebükből valami magocskát ejtenének ki az ablak alatt, és alig, hogy tovább mentek, a magból sárga fejű napra forgó nő. Gyorsan növekedik, hogy bekukkancson az ablakon. De oda benn, a kisasszony, már oly csöndesen szendereg, Aladin a csoda barlangban. Evelyn napközben nem mert arra gondolni, hogy éjszaka is lesz valaha. Jó gyermek és régi menyasszony módjára hallgatta álmos urat, aki falusi gavallér létére bizonyosan elolvasott egy lapot egy régi könyvből, mielőtt a szigetről udrakelt, hogy a beszéd fonala meg ne szakadja. Álmos úrral friss téli szag jött a házba, mint a becsületes mindennapi élet, hogy az embernek kedve volna gyorsan meggyónni mindent, ami idáig történt vele az életben, bűnt, betegséget, hitványságot, gyengeséget, elszántságot és keserűséget, gyorsan mondani mindent, mindent, hogy hamarabb érkezzen meg a feloldozás, amely után felfrissülve, megfürödve, megjavulva lehessen elkezdeni a gondtalan, gondolattalan, önző, és becsületesen nyújtózkodó közönséges életet. Átkozott kultúrát, lelketlen két, rafinált fájdalmat és idegbajos táncot örökre elfelejteni. Csizmát húzni és fokhagymás kolbászt enni, együtt mosni a mosónőkkel a befagyott folyón nyitott léknél, és piszkos kis gyerkőcöket háton, batyuban cipelni, bőségesen enni és a hóra gugolni vándor cigánynők módjára, akik úgy tudnak szaladni, mint a túzok, és a berkekben, nyíresekben varjúfészkek alatt születnek és halnak. Evelyn kistermetű volt, és fekete hajó. Szerette a piros színt. Otthon a maga mulatságára cigány öltözött. Kártyát vetett Montmorency-nek, és tíz gyereket jósolt a hervatak kisasszonynak.